Dallal és ünnepi műsorral nyitották az év végi záró kiállítást a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. Minden perc egy esztendő. Az intézményben a kulturális seregszemle keretében mintegy 300 gyermek alkotását láthatják az érdeklődők. A megnyitón Szűcs Erzsébet művészettörténész, a Városi Képtár Deák Gyűjtemény igazgatója a művészet és a gyerekek kapcsolatának fontosságát is hangsúlyozta. Felnőtt korában előjönnek ezek a dolgok, egyrészt a manuális készségek, amiket megszerzett, a technikai készségek, hiszen nem csak egy technikával dolgoznak az évfolyamok során, a fotó, most már bekerült az animáció is a tananyagba, tehát azt hiszem, hogy azon kívül, hogy megtanulnak dolgozni, megtanulnak készíteni dolgokat, látni tanulnak. 20. alkalommal rendezte meg az iskola a gyermekművészeti kiállítást. Ez a tárlat mutatja be évről évre az emelt szintű vizuális nevelési program eredményeit. Grafikák, festmények, kisplasztikák, nemezés, textilmunkák, bábok, tűzzománcok kerültek bemutatásra. Szép hagyomány, hogy ilyenkor osztályonként kiosztásra kerül az év alkotója cím is. Ez már hagyomány nálunk, ilyenkor az év alkotói díjat osztjuk ki, amit a tanárbácsik, tanárnénik, illetve az osztálytársak jelölése alapján állítunk össze, osztályonként általában maximum 3-at, és ilyenkor a gyerekek arról kapnak egy elismerést, hogy ők idén az évalkotói díjat megkapják, az évalkotói közé kerülnek be, és ezt egy személyre szóló ajándékkal is nyomatékosítjuk. A gyerekek évről évre izgatottan várják a kiállítást, és természetesen azt is, hogy kik váltik át az elismeréseket. Én mindig is szerettem rajzolni, de soha nem tanultam. Nem tudom miért, jó, engem felvidi. Igazából. A megnyitót az iskola animációs műhelyének egyik filmje, Parti Nagy Lajos a Pecsenye Hattyú című meséjének feldolgozása zárta.